Sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel a Nyereg alatt pizza filmes blogon. Nagyon kedvelem, hogy az olasz filmművészet mennyire mély nyomot hagyott a western zsánerben. Ez a fajta nyomáshagyás olyan szintű volt, hogy a spagetti westernnek hanyatlásánál is megfigyelhető maradt. Ezúttal egy olyan filmet hoztam, amelyet Magyarországon nagyon sokan ismernek. Az a Tonino Valeri rendezte, aki Sergio Leone mellett rendezőasszisztens volt a pár dollárral többért forgatása során. Il mio nome è nessuno, vagyis nevem senki, 1973-ból. Azért beszédes tény, az ördög jobb és bal keze után a spagetti western atyái, különösen Leone kibukott azon, hogy az olaszok kénytelnek a vígjáték irányába terelni a műfajt, ráadásul úgy, hogy még sikeres is. Sokan úgy tartják, hogy mivel a nevem senki ötletét is Leone szállította, a rendezés bizonyos részét is ő dirigálta le. Ez bizonyos szinten látszódik is a filmen. A főszerepben Terence Hill, és mellette társként megkapjuk Henry Fondát, aki utoljára helyezi fel a cowboy kalapot. Utóbbia volt egyszer egy vadnyugattal olyan szinten írta bele magát a klasszikusok közé, hogy számára ez a kései 1973-as itáló már csak jutalomjáték. A történet röviden, az öreg rendőrbíró fontolgatja, hogy Európában piheni ki a vadnyugat fáradalmait, ám mielőtt megváltja jegyét a hajóra, találkozik senkivel, és innen jönnek az események. A film nézése közben kettős érzés fogott el. Egyrésztről, ahogy a film indul és időzünk a vadnyugati környezetben, gyönyörű, ahogy szépen elénk tárul a kopár, kietlen, mégis fennkölt táj. Lassan indul és szívesen időzik hosszan a kamera, van egy borongós, nosztalgikus hangulat, és ez főleg akkor történik, amikor Henry Fondát látjuk a vászon. Viszont amint meglátjuk Terence Hillt, rögvest felcsendül Morricone klasszikusa, és a hangulat átcsap egy gyermek ilyen ártatlan idillbe. Ahogy felröppen a főcím, és látjuk a bunkós bottal mosolyogva halászó Terence Hillt, már nincs egy szemerkényi melankólia sem. Ezért is nagyon érdekes, amikor egyszerre vannak a vászon. Morricone zenéje továbbra is lenyűgöző. Elképesztő, hogy mit komponált a mester. Kicsit korábbi művét is megidézi, érdemes megfigyelni az indián temetőben játszódó jelenetet. Mindenképp pozitív, a film kíván tanulsággal szolgálni, és ezt a maga profán módján továbbítja is a nézőnek. Senki karakterre jobban belegondolok, nem más, mint a rendőrbíró Jack Beauregard lelkiismerete. Kettejük szembehelyezkedése egyfajta véleménykülönbség, melyből fejlődés indukálódik. A másik érdekes dolog, és ez elvitathatatlan, a nevem senki esetén elmondható, hogy nem antihős filmünk főszereplője, ami eltér az alap spagetti normától. Jack a törvény embere, bár van benne vágy, hogy bosszút álljon testvére gyilkosain, ő is beismeri, hogy testvére Nevada, tett azért, hogy sírba kerüljön. Ennek ellenére nem antihős, nem bosszú vagy pénzhajtja, hanem személyes békéjének meglelése. Senki szintén nem antihős, bár bucira ver pár rossz arcot, de teszi ezt egy hihetetlenül aranyos, együgyű módon, hogy pillanatig se neheztenünk rá, mosolyog, hagymás babot kanalaz, és gyengéden piszkálgatja Jack alvó lelki ismeretét. Innen kanyarodunk rá arra a megállapításra, hogy a film kísérletezik a műfajjal. Nem az a történet, amit egy pillanatig is nagyon komolyan kellene venni, de egy kedves, naív, megmosolyogtató búcsú a vadnyugattól. Teljesen vérmentes, kedves, kisebbek számára is ideális kikapcsolódás, és inkább ezt nézzék, mint az éjjel-nappal Budapestet. Magam részéről egy 80%-ot adok rá, szerintem nincs olyan, aki ne látta volna legalább egyszer. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, buona giornata a tutti!